Értelmezhetetlenül csekély mennyiségben napi 100 ezer hordóval növeli kitermelését az OPEC, az Oroszországot is soraiban tudó kőolaj exportáló országok szervezete. Az olajkartel döntése fricska Joe Biden amerikai elnöknek, aki nemrég a szintén OPEC tag Szaúd-Arábiát kérte, arra segítse meg a gyengélkedő világgazdaságot. A napi 100 ezer hordó csupán 86 másodpercnyi, 0,1%-nyi globális olajkeresletnek felel meg.